Sziasztok! Itt vagyok a Bacon View partjainál. Kezemben már a második halam. Még nem volt időm kirakni a kamerát, meg semmit. Második combót fogtam, íme. Nagyon sportos kis halacska. Remélem, hogy lesz más is. Még jelentkezem kicsit később. Hát gyorsan halat visszaengedem. Újabb combó. Ezt nézzétek. Ilyen szép hal. Nagyon erősen húznak ezek a combok, gyorsan iszek. Amíg az újabb kapásra várok, szeretném nektek elmondani, hogy ez a tó, itt még nem horgáztam. Ez olyan, mint egy ilyen családi fészek. Tehát konkrétan olyan érzésem volt, hogy bejöttem egy ház kertjébe, ugyanis ott a tó végén van egy házikó, nagyon szép, kultúrát, füvesített díszekkel, kerti asztalokkal, és előtte egy 10 méterre itt van ez a tó. Hát örülnék, hogyha ilyen házam lenne egy ilyen tóval. Szóval nagyon családias a légkör, a víz ígéretesnek tűnik, ennyi halmozgást én még itt Angliában vízen nem láttam. Közelben is ugráltak a halak, beljebb is, szemben is már fogtak egy pontyot, én fogtam 3 combót, úszos botomat bedobtam, de lehet, hogy 2 féder lesz a vége, mert itt azért olyan 3-as vizem van, direkt a tóvégére jöttem, mert boros az idő, hogyha napos lett volna, akkor elől kerestem volna helyet, háttérben a féder botom várja a kapást, remélem, hogy fogok már egy pontyot. Nagyon örülnék neki. Egyébként még a tóról annyit, hogy 6 font 2 botra jegy, ami egyszerűen hihetetlen. És már fogtam 3 halat az első fél órában. Hát kell lenni jobb. Hordom az újabb hal. Nem lesz nagy. De egy újabb hal. Hihetetlen ez a tó. 6 fontért. Ez szenzációs. Ez egy keszeg. Megszákolom. Itt van ez a gyönyörűség. Újabb kicsi halom. Íme. Matchbotra. Úgy néz ki, hogy beálltak az etetésre a halaim. Igaz, hogy csak keszegek, más még nem sikerült fogni, de ez is már valami. Mikropelleteket szórtam, illetve a múlt hét pénteki horgászatról megmaradt fagyasztott csontikat lőttem be csúzlival. Azért elég sok szem volt benne. Csonti szem, úgyhogy azon el tudnak szemezgetni a halak. Bízom benne, hogy azért lesz nagyobb is, láttam szép pontyugrásokat. Tényleg nagyon tetszik nekem ez a tó, és remélem, hogy fogok még halat. Horgón újra egy hal. Olyan kapások vannak, én meg itt a matchbotta vagyok elfoglalva. Csúszizgatom a kukoricát, meg a csontit. Előbb is olyan kapásom volt, nyeletőfék. Olyan heves, hogy leszaladt volna a zsinór. Kicsit, ez is egy combó lesz, úgy látom. Kicsit feszítettem a nyeletőféken. Megszákolom. Nézzétek, milyen szép. Iszonyatos húzos kapása jelentkezett. Nagyon örülök neki, gyorsan visszaengedem az időséget. Az úszos botomat is elvittem úgy már. Ez egy nagy dévér. Az úszos botomat. Elvitte az úszos botomat közben valami. Ott van a szákba a dévér. Ezt meg közben elvitte valami. Végre fogtam valami jobb halat ezen is. Elvitte egy.
meg kiderül, hogy mi az. De jó, hajlik a botom. Valami nagyon húzza. Ez egy combó. Egyébként. Ott lesz. Itt van hát a dévér is. Közben ki tudtam szabadítani. Hát látjátok, milyen szép. Mondjuk kicsit szerencsétlen, pont az árnyékba ülök. De azért láthatjátok, hogy mekkora. Gyorsan visszaengedem. El is úszott. A metód kosaramba. Most egy metód etetőanyagot töltök. Ez egy sötétban színű, majdnem egy fekete etetőanyag. Halibut pellet őrleménye. Egyébként az alapja egy nagyon kevés halas mikropelletet tettem még bele. Most beletöltöm a kosárba. Közben az úszos botom persze kapásra. Ez nincs meg sajnos. Szóval töltöm a szerszámot. Nyomkodom belőle. Így néz ki a megtöltött kosár. 45 g-os presto. Ezt bedobom. Kb. A tó közepét horgászom. Mindig próbálok egy helyre dobni. Nagyjából. Zsiraklipszet most nem akasztottam ki. Azért annyira nem érzem, hogy fontos lenne. Úgyhogy akkor be is dobom. Féleg otthon kapás van. De milyen jó. Nyeletőfék. Kikapcsolom. Valamit sikerült megakasztani. Szép kapás volt. Majd dévér megint. Megvan. Íme az újabb kis virgonc dévére. Íme. Nagyon szép, egészséges egyébként. Pikke hiba sincs rajta. Gyorsan visszaengedem. Ups! Szeretnék már egy érdekességet megosztani. Kinyitottam a médium féderbotomat, amire eredetileg csontikosarat terveztem, és egy ilyen 50 centis előkre van rajta. Csontikosár nélkül csak ide, ahol az úszost etettem, oda bedobtam, és hogy lassan süllyed le a csonti, felvette ez a kis harcos, kis keszegecske. Gyorsan vissza is engedem. Mindent érdemes kipróbálni, mindenféle lehetőséget, amit a horgászat kínál. Most ez egy új dolog volt számomra, gondoltam, hogy kipróbálom, hiszen látom, hogy most egy kis tett a nap és ugrálnak a felszín alak, tehát nyilván nem a fenéken táplálkoznak. Kipróbáltam és bejött. Ilyen nincs. Itt van a szákban a cserkelt halam, egy combó, és a féderbotomon fárasztom a következő halat. Igazából most le kell tennem a féderbotot. Kinyitom a nyeletőféket, mert a szákot muszáj kiürítenem. Olyan erő van benne. Itt van a cserkelt combom. Közben már viszi a botomat, úgyhogy rajta van a másik halam. Majd akár, hogy nem tudom normálisan felvenni. Nem látszik a bot. Egyedül vagyok egyszer, nem tudok úgy csinálni. Ez meg egy dévér. Egyébként. Személyesen.
ő lesz a második halom. Így egy szűk pár percen belül. Itt van tehát ez a fűszeres csali. Ezt raktam most fel a pellet karikára. És itt van aki megette. Itt van a szép kis keszegem. Látjátok milyen szép? Gyorsan visszaengedem. Megint sikerült az a cserkülő módszer. Íme az újabb cserkelt áldozat. Nézzetek milyen szép. Hát azért ilyen szépet fogni víz közt. Itt egy újabb szép halam, féderbotra jött, kis fürge, virgonc, szép piros húszói vannak, hosszúkás, gyönyörű szép halacska. Gyorsan visszaengedem. Ez most egy Fermentix-es pelletrőt egyébként. Most a háttérben fürdenek a pontyok, és a másik féderbotomat is megcsinálom végre, fölrakom a 45 g-os csonti kosarat, és megpróbálok azzal is féderezni. Az úszósod most nem működik, úgyhogy amíg ez a terep nem megy, addig mindenképp próbálkozom a féderrel. Amióta nem jelentkeztem, fogtam pár keszeget, de a pontyok még elkerültek egyelőre. Körülbelül 2 óra van, úgyhogy még van idő. Fogtam megint egy dévért. Amióta nem jelentkeztem, azóta kisebb keszelket fogtam csak, a pontyok még elkerültek. Nagyon fürdenek, mert hál' Istennek jó az idő, azért vagyok itt. De most Fermentix-es pelletre, furt pellet, 8 mm-es, jött egy ilyen gyönyörű szép kis dévér. Hát azért ez egy jó ajándék, így délután, 2 óra körül. Nagyon szép, egészséges ez is, tényleg. Gyorsan vissza is engedem. Megmutatom nektek a szerelék. Ugye a 330-as féderbotomról van szó, médium. A főzsírom az 20-as. Aztán felfűztem egy ilyen gyöngyös csúszókapcsot, amibe rögzítettem a 45 g-os Drenon oldalsúlyos kosarat. Ennek azért van jelentőség, ezt egyébként itt lehet megtölteni, ezt a le kell venni a kupakot, itt lehet megtölteni, csontival vagy esetleg etetőanyaggal, bármivel. És ez a kis súly az alján, ez én úgy gondolom, hogy azért van, hogy ez így menjen a mederfenékre. Tehát ezt felfűztem, utána van egy gumiütköző, aztán jön ugye a duplán vett urok, azért, hogy ne gubancolódjon. Szépen látszik, hogy el is tartja a szereléket. Ebbe 2 csomót még kötöttem, hogy véletlenül se forduljon vele vissza a halogelőke. És hát lényegében ugye
ilyen hosszú a forogerőkém. Hát körülbelül ilyen hosszú. Most. Ennél hosszabbat nem veszek föl. Mondom, most két szem kukorica volt rajta. Ezt vette föl az a kis dévér. A helyeket egyfolytában próbálgatom. Minden alkalommal próbálok máshova dobni. Itt ugye most leültem az utolsó előtti helyre. Majdnem a sarokba ülök. Itt már mögöttem, utánam nincsen senki. Mégis az egész sarkot így végig tudom horgázgatni. Mindenhol próbálkozom, hát ha valahol pont oda dobom, ha a szája elé is bekapja végre egy ponty. Nem szeretnék úgy elmenni, hogy ne fogjak egy pontyot ma. De ha úgy megyek el, már akkor is elégedett vagyok, mert már idáig is sok halat fogtam, és elégedett vagyok a módszerek hatékonyságával, a csaljaimmal, az etetőanyagaimmal, amiket mára kitaláltam, azok megint működnek. Nagyon örülök neki, és örülök, hogy nektek is tudok halat mutatni. Most azt szeretném megmutatni, miatt bedobom, hogy most hogy töltöttem meg ezt a kosarat. Csináltam egy ilyen etetőanyagot, ami elég tartalmas a sikeredett. Ez az etetőanyag, az egyébként itt van, így néz ki. Jó formán csak pellet van benne, különböző méretű és különböző színű, és még van benne, ez egy kicsi epres alapmix van benne, etetőanyag keverék, és még van benne főtt kender. Tehát ez most igazából inkább hasonlít egy pellet mixre, mint egy etetőanyagra, azért mondom, hogy főleg ilyen pelletes. Itt van az okosság részemről. Ebbe a kosárba ezt töltöttem bele, ezt az anyagot, talán látszik is, hogy benne vannak ezek a pellet szemek. És ami nekem most egy ilyen külön pluszt ad, az az, hogy ezekbe a kis lukakba a Flumino Liquid koncentrátumból a vertikálist, tehát ami most így terjed a vízben, szeretném lehúzni a halakat a vízfelszínről, ennek a kis adagolója, ez pont ide a lukba így belefér. És ide pont bele tudok cseppenteni egy-egy cseppet, amik tökéletesen beszívódnak a pelletek közé, tehát amikor beesik a etetőkosaram, akkor nem oldódik egyből így szét és csinál felhőt. Egy picit, amíg itt ugye felcsúlyozom, addig beszívja. Most ezt csináltam már két alkalommal, illetve most ez a második alkalom, bocsánat. Eddig most úgy néz ki, hogy ez beválik. Meglátjuk, csali, két szem kukorica, dobom befelé. Volt a kapás. Cserkelés helyett féderboton egy újabb kis keszeg. Csak kicserkeltem egy pontyot innen a lábomon. Hát ezt nem hiszem el. Itt úszkáltak a lábom alatt. Egyszerűen... Azt, ahogy húz. Azt a mindenit. Hát ez egy állat. Itt úszkáltak a lábom alatt. Szórtam ide ilyen finom szemcsés etetőanyagot, meg csontit. Iszonyatosan halk voltam. És lám, itt az eredménye. Kitartó munka. Csak tudjam megfogni. Most az, ami izgulok, hogy tudjam megfogni. Szépen ide beengedtem a csonti csokrot ide magam elé. Kb. 10 centire a partól. Láttam itt a halakat. Letettem a fűbe botot, szépen lágy zsinórral, és
közben itt foglalkoztam az etetéssel. Hát csak legörbítettem a botot a fűről. Hú, de örülök. Viszont kell a merítőszág, hogy el kell mennem érte. Hát ez nem semmi műsort rendez. Hát ez még nem adja az olyan könnyen magát. Hát ezt vártam egész nap. Itt már bóbiskoltam a székem, már minden bajom volt. És ettől csak itt láttam egy ilyen farok úszott itt a vízbe. Mondom, itt pont a lábam alatt. Annyira csöndben vagyok, hogy nem zavartam őket. Hát nem, meg fogtam. Túljártam az eszén, persze még nem fogtam meg. Most már tényleg kimerít össze. Ezt most már muszáj kifogjam. Merítőszág kész. Nem is olyan kicsi. Ekkora pontyok úszkanak itt a part oldalba. Nem véletlenül horgásznak az angolok egyébként így. És milyen érdekes, hogy benne egész nap etettem az úszóspotomra folyamatosan. Most délután egy kiló Fermentix kukoricát szórtam be. Szépen, hát nem úgy, hogy beszórtam, hanem szépen becsúzdíztam. És ott semmi. És lám, itt van a hat. Milyen kis erős. Milyen ereje van, hihetetlen. Szerintem olyan 3 kilós is adszom, de... De nem akarom erőltetni se. Ó, de szép. Gyere csak ide. Csúnya szája van. Megvan. Azt a mindenit. Gyerekek, hát ezt nem is gondoltam. Itt van. Ezt nézzétek. Hát ez hihetetlen. Ez a nap fénypontja. Nekem egy jó küzdelem volt. Köszönöm, barátom. Szépen visszaengedem. Na, ennyi szépen. Dolgodra, barátom. Úgy. Milyen háta van, nézzétek. Hát... Ezt... Nem fogjátok elhinni, mert én sem nagyon hiszem el. Elkezdtem pakolni. Kihúztam a féderbotomat, ami kb. 3 óráig benn volt mozdulatlanul. És nem csukom még össze, még rajta volt a csilis fahéj pellet. Ide lelógattam a fatuskó elé, amit láthattatok már korábban a videóban. Le se tudtam tenni a botot. Szinte már rajta volt az a ponty, amit most fárasztok. Hát ez hihetetlen. Nagyon boldog vagyok. Hát ez, hogy innen a part oldalból, ez valami hihetetlen. Jó, mondjuk az összes etetőanyagot most ide beszórtam, ami még volt. A maradék csontit, csemege, kukoricát, mondjuk nem ide, hanem ott balra oda. De ez a ponty is itt portyázott. Szerintem az óra elé tettem el a csalit. Nagyon örülök. Itt fáradgatom már. Ugye meg kéne szárkolnom. Gyere ide! Gyere! Megvan! Itt a szerelékem. A metód szerelék, a rövid előke. Ezt ide beraktam, piff! Rajta hol? Hát ez hihetetlen! Itt van. Ezt nézzétek. Ez az utolsó szerintem a mai napon, bár még összepakolok, addig még be rakom. Na, szevasztok! Hát, de örülök, tiszta hülye vagyok, de nézzetek el, nekem annyira örülök neki, ez a második pontjom. Innen a parcélből, hát én nem vagyok ez a parceli horgász, de át kell gondolnom ezt a dolgot. Visszaengedem ezt a szépséget.
Hát ez gyorsan úszott. Nem látok semmit. Itt a harmadik cserkát pontjam. Már tényleg pakolok. Itt a csali. A csilis fahéjas pellet volt. Itt az utolsó pontjam. Előbb is azt mondtam, hogy utolsó, de hát most ez az utolsó, úgy gondolom. Annyira vakít a fél, nem látok semmit. De ti azért látjátok. Ilyen kis nyurga testű, innen a... megint a tuskó elő. Így a matraccal együtt visszaengedem. Milyen nap ez? Hát... szeretném nektek megmutatni, hogy honnan fogtam a pontyokat. Láthatjátok itt a port, itt ott horgáztam bent. Most itt van a bot, amit letettem a fűbe. És körülbelül ahova a spic beér a vízbe, abban a távolságban van balra a szerelékem, ott a tuskó előtt lerakva. Method fél kosár üres, csak rajta van a csali, az a másik, az pedig a 330-as féderbotom, amin a csonti kosár volt. Leszettem a csonti kosarat. Így csak az a súly a szereléken, ami a karabiner. Két szem kukorica van rajta, azzal fogtam az előbb egyébként egy dévért. Most ezt a fárasztást nem tudtam felvenni, mert pont töltöttem már a kamerát, le fog merülni. Most megint töltöm, közben pakolok, még azért van mit. Hát ha fogok még egy pontot, aztán már menni kell. Ha most azt mondom, hogy fakolok, és itt az újabb ponty, elhiszitek? Nem tudok pakolni. Úgy legörbítette ezt a botomat, ami itt volt a bal oldalra bedobva. Most remélem a másikat nem görbíti addig le. Hát ez hihetetlen, leakadt. Most leakadt, vagy elszakadt, nem tudom. Mindjárt kiderül. Kiakadt. Kiakadt belőle. Itt a horog. Tök hibátlan, nincs semmi baja. Basszus. Hát ez van. Azért minden nem lehet, így is az élmény. Megakasztottam és így kirohant a vízbe, hát... csak itt van még egy. Ó, ez nem, ez egy szompó. Ez egy szép kis hal, így végig szónak. Azért jó ez a kis féder, ott nagyon jó hajlik. Hát ez egy méltó befejezése napnak, ez a szép halacska. Azt a mindenit, milyen szép. Itt van. Hogyha meg tudom mutatni. Ilyen szép. Gyönyörű hal. És nagyon sportos. Vissza is engedem gyorsan. Köszi! Szeretném a mai napot összegezni. Ez egy nagyon jó nap volt. Nagyon örülök, hogy tegnap megtaláltam az internetást. A kapásom a basszom. Ezt már nem akarta a Jóisten se, amúgy én sem már, mert most már menni kell. Nos, szóval összegezve a mai napot, tényleg egy jó nap volt, nagyon jó az a tó. A többiekhez képest, ahol voltam, nagyon olcsó, szinte fél áron van, vagy még olcsóbb is. És összességében 3 pontot fogtam, 2 elment, fogtam. Reggel fogtam 3 compót, azt hiszem, nappal egyet, most egyet, az 5 darab compó. Fogtam dévéreket, bodorkákat, mindet nem mutattam meg nektek, mert ugye mindig kamera, mindig izé, de azért amennyit tudtam, azt megmutattam. Nagyon fáradt, még mozgalmas nap volt. A mai napra szállán csale volt anyagok, ugye, amik még a múltkor megmaradtak, ezt már elmondtam, nem akarom magam is ismételni. Annyit még elmondanék gyorsan, hogy még most így a pakolás közben egy kis epres etetőanyagot kevertem ilyen szottyosra, és azt tettem ide be. Szinte így betettem a vízre kézzel, hogy ne is csobbanjon. Az volt így az utolsó etetésem. Az még hozott ugye egy pontyot, meg ugye egy elment, tehát végülis 2 hozott. A lényeg, amit akarok mondani, hogy ha fédereztem volna, lehet, hogy egy pontyot sem fogtam volna.
így, hogy megpróbáltam ezt a cserkőhorgászatot, amivel nem csak pontyot fogtam, hanem keszeget is, illetve combót is. Ez mindenképpen azt mutatja, hogy érdemes próbálkozni, amikor nincs kapás, akkor érdemes változtatni. Ott úszkáltak a pontyok, nem vettem el a kamerát, mert nem akartam meg sem mozdulni akkor. Itt volt 2-3 ponty, így a partnál így ettek valamit, ugye szórtam be ide is kukoricát, a Fermentixből is és a simából is, szórtam csontit is, ugye ahogy szórtam, ugye ahogy csúsztam azt a mikropeleteket, amik maradtak a múltkorról, arra meg az etetőanyag szemcsék, azok meg ugye itt estek le, tehát gondolom az is itt volt reggel óta, egyszerűen itt álltak, hát mondom, be kell dobnom, bedobtam, és akkor ugye fogtam az első pontot, és mutattam nektek felvételen. Ennyi a csalikról, az utolsó két pontja, ez a csilisfahé, oldódó, lemegő, fluo pellet jött. Én megint azt gondolom, hogy nem a csalinak az íze, vagy a színe is, akár egyszerűen itt voltak a pontyok, jó volt felkínálva, szerintem az lehetett volna sárga is, vagy zöld is, akkor is felszippantották volna. Most volt a két vagyok, de egész nap ugrándoztak itt fölle, jobbra, balra, tényleg. Ez az első tojt Angliában, amire azt mondom, hogy ez olyan, mint otthon. Tehát él a víz, egész nap él a víz, nem az van, hogy odaülök, és akkor egész nap így ülök, egy halmozgást nem látok. Ez a víz él, szép, gyönyörű helyen van, jó idő volt, mindenképp ide vissza fog térni. Most tényleg mindent összepakolok, köszönöm, hogy megint velem voltatok. Azt hiszem, hogy legközelebb is innen fogok jelentkezni. A tónak egyik másik részéről gondolom, és majd addig gondolom, hogy milyen taktikával álljak ide, most már tudom körülbelül, hogy mi a helyzet. Legyetek jók, horgáztatok, nézzétek a Fishing School-t a Facebook oldalamon, töltsetek föl képeket, beszélgessünk ott, osszuk meg eszméinket, cseréljünk eszmét, ez a lényeg annak az oldalnak, nem vagytok túl aktívak, úgyhogy húzzatok bele. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!